Tűzoltós karácsonyi film debütál a mozikban hamarosan, melynek előzetesét mutatjuk a továbbiakban. A forgatásról a szereplők és valódi tűzoltók beszélgetnek az elkészült kisfilmben. Sziasztok, Orosz Ákos vagyok, és itt vagyunk a 11. kerületi tűzoltóságon méghozzá abból az apropóból, hogy november 25-én érkezik a mozikba a Nagy Karácsony című film, melyet Tiszeker Dániel rendez, és ez nem csak egy karácsonyi film, hanem egy tűzoltókról szóló film is, én is egy tűzoltót játszom benne. Sziasztok, Ötvös András vagyok, a Nagy Karácsony című tűzoltós karácsonyi filmnek tűzoltó főszereplője. Behívtak ide a kollégákat üzenekbe beszélgetni. A tűzoltókkal, a tűzoltóságról, a tűzoltók és a civilek viszonyáról, a filmről. És én boldogan jöttem. Tiszeker Dániel, a Nagy Karácsony című film rendezője és kitalálója, legalább 5-6 évvel ezelőtt arra gondolt, hogy legyen egy magyar karácsonyi film. Ne a kéményből érkező télapókkal, és ízelem székelykáposztával, nem tudom. Karakteremről annyit tudnék elmondani, hogy egy ilyen kicsit egy ilyen nőcsábász figura, ami végül aztán kevésbé lett kijátszva a filmbe, de innen indult, és hogy a főszereplőnek, akit Ötvös Andris játszik, Arnoldnak, Lantos Arnoldnak a jobb keze. Lantos Arnold törzászlós, egyébként azt, tehát ez film szerint itt szolgálparancsnokot játszom, törték az életében egy olyan pont, amitől egyszer csak elkezd félni, vagy szédülni a magasba. Ez némiképp ugye kezdi nehezíteni a napi munkavégzést. Van egy tűzeset, ami ott be kell menni légzőbe egy ilyen lángoló ablakkereten. Életem nagy napja nyilvánvaló. Ez volt. Kirobban egy ablak, és onnan kicsap a tűz. Én ereztem le az Ötvös Andrist egy tetőről kötéllel, és végigmentünk 4 vagy 5 emelet magasan egy ilyen párkányon a ház szélén, és akkor néztük le, mint hogyha csekkolnánk a területet. Egyébként az öngyilkosos jelenet, ami van a előzetesben, tehát nem titkot, az ott töltött napok is a Citadellánál, az fantasztikus. Tehát, hogy már nem halunk meg úgy, hogy nem voltunk fel mondjuk ott a csajnál a Citadellánál, mert mi voltunk. Kun 11 létre jelzett helyen megérkezett, táplálásra, magasból mentő telepítése folyamatban van, vétel. Na, milyen szavakat tanultál? Hát kámzsó, azt például nem tudtam, ez annyira nem szoktam minden nap használni, az a szólt, hogy kámzsó. Igen, és a? Akkor, hát tényleg a kun, igen, az gépjármű fecskendő, magasból mentő. A Dani ugye ezt kimondottan a jeleneteknél mindig megkérdezett minket, akár a Pétert, akár az ott lévő segédeket is, hogy ez reális, tehát hogy a valóságban, amikor kimegyünk, és mit tudom én, például megyünk a kosárba, ugye ez a, jön neki ez a, ja, a télisztonyos dolog, meg ez a kiesés, hogy ez nálunk ez hogy működik, vagy például egy rádiózós jelenetnél, hogy mi a rádiózásnak a folyamata, hogy mit mondjon. Tehát ezt nagyon a Daniék rámentek erre, hogy ez valamelyest élethű legyen, hogy tényleg azt tudja visszaadni, ami itt nálunk történik. Mennyiféle dolog van, amivel foglalkozik egy tűzoltó?
Én nagyon örültem, hogy tulajdonképpen fél évig lehettem ezek között az emberek között. Szinte minden kollégám így érzi, a színészek is, tehát és ahogy mondtam, a rendező operatőr, szóval nagyon visszavágynak ebbe a közegbe, ez nem véletlen. Tehát nem fog túlozni. Nekem valójában ez egy óriási megajándékozottság, hogy ebben részt vettem. Mert azért azt érzem, hogy ez nem egy egyszerű dolog itt szolgálni, akkor is, hogyha rengeteg szépség, meg rengeteg jó dolog van benne, de ehhez ezt nem lehet elhivatottság nélkül csinálni. Elő megy, akire lehet számítani, aki többet tud az életről, aki odaadja magát akár értünk. Hirtelen el kell indulni, nagyon gyorsan, és anélkül, hogy mit tudom én bemelegítenél, anélkül hirtelen a tizedikre 128-szor egymás után föl kell menni, nem csak simán egy rövid nadrágban meg atlétában, hanem vinni egy csomó cuccot, meg légzőbe, adott esetben, ahol kevesebb oxigén jut be, brutális terhelés alatt dolgozni, és ez például azért fizikailag nem semmi, és hogy ezt valaki évekig csinálja, és azért, hogy másokon segítsen, az... Na jó, most már azért annyi szépet mondtam. Sok lesz. Lefeketítve, egyszélsugárral körbehatárolva. Ne kell jönni, mert kikértek minket. Oké, akkor... Még egy riasztás? Még egy riasztás, igen. Kell a ruha, nem? Nem, ez most nem kell. Nem, sajnos a létre kell. Riasztásnál kell vonulni, amire nem is gondolna szerintem egy átlag ember. Mert szerintem nekünk az van a fejünkben, vagy egy civilnek az van a fejében, tényleg, hogyha tűz van, akkor kimennek a tűzoltók, de hogy ez a tevékenységükör, ez sokkal több mindenre kiterjed. Ez például nagyon érdekes volt megtapasztalni. Vagyok én, akiről az egész szakmában mindenki tudja, hogy tűzoltó szerettem volna lenni, és egyedül egy ember nem tudta a tiszeket, Dániel. Ráadásul ugye én... Tehát azt hiszem, igen, elsőben volt az, hogy majdnem kirúgtak a színművészetén, mert szétfújtam egy poroltót. Ezt csak a Tiszeket Dániel nem tudta, viszont mi nagyon régóta ismerjük egymást, és egyszer csak kipattant a fejből, hogy ez biztos, hogy nekem kéne csinálni. Gyertek a moziban, november 25-e, nagy karácsony. Isten áldja a tűzoltókat, és mára nyugodt szolgálatot kívánok mindenkinek. A színből a tiéd. Ó. Azt a gombot megnyomod. Igen. És onnantól kezdem már hallani fognak több a többi. Oksi. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Óriási élmény volt veletek. Nyugodt szolgálatot és minden jót kívánok nektek. Úgyhogy legyen jó az élet. Legyen sok örömötök, és találkozunk a filmbemutatón. Sziasztok! Á,
Én nagyon örülök, hogy megismertem. Gerő fotó. Nagyon köszönöm. Én, hogy így lehet. Tehát tényleg, köszönöm.